A macska, a patkányok és az öreg patkány. Volt egyszer egy kandúr. Az olyan dúlást vitt végbe a patkányok közt, hogy többé már mutatkozni sem mertek. Akárhogy marta őket az éjség, lyukaik mélyén lapultak, a bajszukat se dugták volna ki. Így aztán a macska pecsenye nélkül maradt. Tűrte egy ideig a dolgot, de egyre nehezebben, mert nagyon szerette a patkányhúst. Kieszel tehát, hogy halottnak teszi magát. Fölmászott egy palánk tetejére, beleakasztotta a körnét, s úgy lógott le, elnyúlva, fejjel lefelé, mintha végérvényesen kimúldott volna a világból. Addig-addig lógott, míg nem a patkányok is megneszelték a dolgot, Kikandikáltak lyukaikból, egyik másik ki is merészkedett. Nézte a döglött macskát, visszafutott, hírulatta a többinek, mi történt. Biztos tetten érték, amint a bödömből pákoztoskodott, vagy tán valami más galátságot követett el, s a gazdaszony agyon csapta a sodrófával. Volt nagy öröm, helye hújja. Jött egyik patkány a másik után. Ott táncolt már az egész hada kimúlt kandúr körül. Cincogtak, ugráltak, körül szaglázták, még a bajszát is megráncigálták. Kandúr egy ideig tűrte a dolgot, hanem aztán egyszerre megrándult, ugrott egyet, és csak úgy hullott körülötte a patkány. a riadalom támadt, s aki bírt, hanyat homlok menekült, de a lyukba, le a pincébe, mélyen a föld alá. A kandúr meg, miután jól lakott, megnyalogatta a szája szélét, meg a bajszát, és azt gondolta. No, ez jól sikerült. Ezt meg fogjuk ismételni. Gondolhatni, hogy ezek után a patkányok napokig nem mutatkoztak, és Kandur barátunk megint ráfanyolodott a konyhai maradékra. De résen állt, és alig várta, hogy újabb tervét is kivihesse. Kitapasztalta ugyanis, hogy a patkányok fölfedezték a kamrában a lisztes ládát, és most arra járnak rá. Gondolt egy nagyot cirmos barátunk, de bújt a lisztes ládába, meghempergőzött a lisztben, még csak olyan fehér nem lett tetőtől tapig, mintha bemeszelték volna. Behúzódott a ládában a sarokba, a liszt tetején, és várt. Nem sokat kellett várnia, már is hallotta a patkányok cincogását. Jöttek sorjában. Ki a lyukból, fürgén fel a ládán, vég a láda szélem, sup, be a ládába, a puha és kezdik tésmálni. Gondurnak egyelőre a bajsza serezzent, várta, hogy szaporodjék a zsákmány. Épp akkor ért föl a láda szélére egy tapasztalt, öreg patkány. Még a farkai csonka volt. Felét ott vesztette valami réges-régi harcban. Fölért a láda szélére, nézte a lisztet, a habzsoló, lakmározó patkány sereget, és a sarokban azt a furcsa, tömzsi, kunkori farkú, bajszos lisztgömböcöt. Ho-ho! kiáltott fönt a láda szélén. – Vigyázzunk, barátaim! Nem tetszik nekem ott az a gömböt. Kivált, ha a bajszát meg a farkát nézem. Sok mindent megértem életemben, de még sosem láttam olyan lisztes zsákot, amelyiknek farka meg bajsza lett volna. Patkányok sietve kimenekültek a ládából, nehogy megint pórul járjanak. Mire a kiátszott kandúr leverte magáról a lisztet. Hírmondót sem látott belőlük. Ezúttal bizony túljártak az eszén.